Üdvözlöm a kedves nézőket, itt Kentebesz ismételte, és hogy tudom, a MyTrip.gamer.com, most legutóbb ugyebár ott hagytuk abba, hogy csináltam az idei, vagyis a 2018-as Hurtzenhufs Evennek a küldetését, és azt mondta, hogy akkor fogunk folytani, hogyha fejlemények vannak. Természetesen vannak is fejlemények, innyien beszámolok, csak előbb fejezzük be ugyebár az eventet, mert van itt még egy szöveg, amit még nem adtak be a... nem adott be a játék. Na lássuk, ez Feather Banks mondja, Luke, I'm no good at talking to fillies. I trip all over my words and make a big dumb doofus of myself. And I know we don't got much in common, but... Pardon. Jó, szóval a lényeg az, amit most tudunk róla, hogy nem a szavak embere, pontosabban pónia, és még egy-két dolog. Tehát mondjuk, hogy nem a szavak. Nem találja mindig a megfelelő szavakat. Feather Banks! Ez meg Blade mondja, szól neki. Your inner strength and like that self-awareness, you're too cool for school days. I'd been honored if me túlmenő az iskolához. Jó, ez milyen tündéri keresztül jött az ember róla, amikor, na jó, azt most hagyjuk. Hey, Feather Banks! Hey, Feather Banks! If you be my special son pony, squeak, az nem tudom mit jön. Ja igen, ez a lelmosolyodás. Imádom különben csinálni. Just stop talking for a sec, ok? Give me a chance to answer. And wipe that no pay look for your face, silly stallion. Ja, hát mondja, hogy álljon le egy pillanatra, mondjuk, hogy van. Is it gonna happen? Tehát, hogy meg fog történni? Shh, guys, she's saying something. Csöndet. Skacok, mondani akar valamit. Feather Banks, I think you proven by now what an awesome dude you are. I'd be really, really happy to be your special son pony. Let's give it a try, yeah? Ja, szóval, hogy tényleg egy különleges kanca lesz számon, akkor megpróbálnak egyet, oké? Okay? Erről van szó. Woohoo, we did it! Ja, mi ez a dorrás kifejezés, hogy megtettük, vagy sikerült, hogy is van. Ja, mi győztünk, de az, hogy megcsináltuk. Aha. Igen, pardon. Erről majd mindjárt beszámolok. Ez egy újfajta gemes termő megint, amit nem hiszem, hogy meg fogok tudni szerint, de lássuk csak, congratulations! The Hurtzenhufs story is over, but don't worry. There'll be more adventures soon. Tehát, hogy ennek az eventnek ugyebár vége, és hamarosan lesz egy új. Az mindjárt... Az nem is kérdéses, hogy lesz egy új. Na figyelem, kezdjük az új eventet. Amiről még nem tudok semmi. Na. Is this Noe Garden just divine... Just divine tales, beauty in simple everything. Sweet Bell, if only you take the time to look for it, you remember the legend of Mistane, don't you? Szóval, hogy most arra van szó, hogy Reti elvitte Citybert egy olyan fajta kert, egy csodálatos kertbe is, hogy kérdezi Citybert, hogy emlékszik-e Mistane legendájára. Of course, I remember the legend of Mistane, Reti. Ever since our last camping trip, it's been my favorite legend ever. I even know the begin by heart. Szóval igen, emlékszik rá, mint a tábor tűz. Tehát, hogy emlékszik arra, amikor távoroztak, és az volt a kedvenc legendája. Lényeg az. Ehem! Miss May was a very promising young sorceress, as talented as she was, beautiful and kind. Every pony loved her and missed her when she was sent to the finest magic school. Aha, szóval igen, hogy gyönyörű volt, kedves, és minden pony imádta. Még a, nem tudom, hogy a Magic School, tehát hogy is, még a varázsiskolában is jeleskedett, biztosan. Hoho, ez kicsoda. Hogy is van, várjátok? Buhao is, Yisi Bu, Hao Xiang, Milule, Nimen, Shui, Neng, Gao, Shu, Wo, Zhe, Xinar, Er, Yi. Jó, ezt szerintem senki sem tudja, hogy ez mit akar jelenteni, valami ősi nyelven beszél még az. And also, she's locked. Exactly like that pony, right? Tehát, hogy úgy nézett ki, mint az a pony ott. Igen. Ö,
Igen, sajnos ez el kell menni. Na, mindjárt megszületik. Úgy látom. Igen. Odui, mi odui bokvi kalaini buhui su vode ju jan miedan xin voju i gen mofa kei ji igie jue ze ge venti. Aha. Jó. Tehát senki nem érti, miről van szó. De szerintem, nem tudom mit miért, szerintem újra kell indítani, mert... Pardon. Mert már most látom, hogy bajos lesz. Amúgy is egy elég érdekes dolgot akarok nektek megmutatni. Csak előbb ahhoz be kéne... ki kéne lépni, na. Egy olyan fajta dolgot akarok nektek megmutatni, meg én is mutatom, mik a frissítések, mert én már tudom, hogy miről szól a játék. Csak még nem jutottam el odáig. Na. Pardon. Na. Szóval ugyebár, mint láthattuk, volt egy olyan, hát még most is van végül is, amikor ez a felvétel készül. Van egy bundle, ami 70%-os kedvezőre lehet megvenni, és van benne egy Jag Guardians, tehát egy jagszobor, 100 gem és persze a Javeler Shop. Ez egy, megint egy ékszerüzlet, ami a kristálypalotában van, és 7000 forintba kerül. Hát jó lenne megvenni, de most láthatjátok, bejött az új event, amire még mindig nem tudunk semmit, mert sajnos megint belaggoltam, ami nem tudom, hogy fog sikerülni, de majd meglátjuk. Ezt nem tudom megmagyarázni. Nem tudom, hogy ti tapasztaltatok-e már ilyesmit, de... Érdekes módon, egyszer így beléptem a játékba, és hirtelen minden póni, illetve, hát igen, minden karakter úgymond, illetve minden termelő meg lehetett venni bitcért. És gondolhatjátok, hogy én megpróbáltam itt, pardon, megpróbáltam itt olyanokat csinálni, hogy megszerzem a karaktereket. Igen. Pardon. Megpróbáltam megszerni őket. Mert az összes létező karaktert bedobta így bicét, és próbáltam rábökni. Mindegyik karakterre ráböktem, de nem reagált semmit a játék. Mondom, ez mi? Pardon. Elnézést. Szóval megpróbáltam rábökni, de... Nem történt semmi. Mondom, hát ez így gyönyörű. Azt hittem különben egy pillanatra, hogy... Szóval azt hittem egy pillanatra, hogy a játék már lejárt lemeznek számít, és úgy döntöttek, hogy még egy darabig kihúzák, hogy minden termelőt érte ponit így viccesítenek. De nem, mert kiléptem, majd megpróbálom újra, és addigra már hirtelen módon rendbe jött a játék. Oké. Pardon. Belaggoltam. Nem tudom, hogy ez mit jelenthet. Jó, semmit. Mármint úgy semmit, hogy nem mondod még semmit. Jó. Lássuk tovább. Dolgokat, szóval itt tartottunk. És akkor most... most menjünk el akkor Ponyville-be. És milyen most léptem be, ezért nem szabadna, hogy annyira laggoljon a dolog. Csak annyi kéne, hogy szépen lemegy ez a egész. Most jó. Ilyen ezt elolvastam. Lássuk tovább, hogy mi történik. Igen. Proceed to the limited time story and get all these awesome rewards. Igen. Szóval, hogy bejött az új event, mindjárt megnézzük, hogy na szóval. Igen, limited time story, ezt mindannyian tudjuk. Új karakterek, időre megy a játék, valamelyeket időre lehet megszenni, és van community is. Lássuk csak.
Most léptem be, Léci, ne idegesítsél föl! Gyönyörű. Elnézést kérek. Gyönyörű. Most léptem még csak be, és már kezdődik is a brawl, a baj. No. Jaj, úgy érzem, hogy ez hosszú lesz, de még el akarok jutni a első olyan feladatig, ami hát időigényes lesz. Úgy időigényes, tudjátok, ezt nálam úgy kell értelmezni, ezt az időigényes dolgot, hogy nem lehet lerövidíteni. Ez például abban az esetben van, pardon. Ez a dolog abban az esetben van, hogyha itt a eventeknél, mint tudjátok, hogy meg kell szerezni egy pónit. És ahhoz, hogy megszerezhessük, ahhoz kellenek tokenek. De azokat a tokeneket, pardon, olyan a pónik adják, amelyeket feladattal lehet megszerezni. Pardon. Na, már csak annyi kéne, hogy szépen belépjen a játék. Bocsánat, így csendben vagyok, csak kimentem a... Pardon. Hát nem a divatból, de nem maradt semmi. Most mondani valamit meg akarok beszélni. Beállt a játék. Ez nem tudom mit. Pardon. Ez nem jelent jót, vagy mégis. A ponyvébe vagyok, oké. Okay. De akkor most kezdődik minden előről? Nem. Jó. Milyen érdekes, hogy a időt egy vörös Discord jelzi. Ha látjátok, már pedig miért ne látnátok. Oké. Okay. Timeless beauty. Aha, szóval, hogy időtlen szépség. Wobu Ming Bai. Biztos. Send Miss Main to cast a translation spell. Én egy. Miss Main érdekes módon be kell rakni, hogy használjon egy varázslatot. Ja. Oké. Pardon. 30 perc, míg elkészül. Jó. 30 perc, de hogy 30 perc, bocsánatot kérek kifejezését. 30 másodperc, azaz fél perc. Na. Egy olyan dolgot viszont még megcsinálok, emberek, hogy bánom, elmegyek Kentellodba. Azért Kentellodba, mert itt akarok egy karaktert megvenni magamnak. Abba az ok, mindjárt mutatom, hogy miért. Igen, igen, új karakterek és új bundle-ök, ezeket mindjárt megmutatom. Hogyha a játék így lenne szíves kilépni, mert ezeket meg is készült. Ez egy dolog, hogy elkészült, mint én. De még én nem végeztem, könyörgök.
Jó. Na. Na, elnézést. Na. Nem tudom valahogy ide kivinni. Elmentek a szíves lufik. Hát ez az eléggé baj. Na. Azért jöttem ehhez ide, mert olyat akarok megmutatni, hogy igen, ez a community event, és amint láthatjátok, hogy négy különböző ponyt lehet ide berakni, és ezek közül az egyik karakter, akit meg akarok most szelni, az nem más, mint Kúrió. Kúrió shopkeeper-öt akarom megvenni, amúgy is kedvezmény van rá. Most ezt akarom megnézni, hogy... Ó. Oh. De jó! A póni meg a termelő, amit szívért lehetett megvenni, tehát hogy tudjátok, szívekért lehetett összegyűjteni, hát az már elment. Na hát gyönyörű. Közeg szerint... Jaj, Istenem! Pedig őt meg akartam volna még szeretni. Hát remélem, hogy még tud ő visszajönni még. Valamilyen formában majd azok. Jaj, hogy még az első küldetéset tudom megcsinálni, na! Jaj, mi történt? Valamilyen pónit véletlenül megvettem. De én ott akarom megvenni. Ja, hogy Kúriót ki kell rakni! Értem. Hát az... Az úgy... De nem áll! Tényleg? Ki kéne raknom őt? Hát oké. És mennyi ideig tart, mi ez kiépül? Ja? Jaj, de jó, tényleg nincsen erősítő, mert elhasználtam arra, hogy összegyűjtsem a... Nem lett meg az a termelőse. Fúj. Pardon. Gyönyörű lesz. Már érzem. Hát akkor várni kell 11 óra és 40 percet, míg elkészül. Na. Sajnálatos módon, akkor most nem fog szóba jönni, elfogyam. Viszont akkor még gyorsan megmutatok egy olyan bundle-öket. Ha tudom, már pedig miért tudnám. Itt van például a Miss Main's Mother, meg Cherry Tree, tehát ilyen cseresznyevirágok, ami szakurának számít, ugye bár. Ezt 80%-os kezdeményezést megvenni, és 1600 forintba kerül. Van egy másik bundle. Pardon, ami 80%-os kedvezménybe kerül szintén, és 1800 forintba kerül, van benne 20 gem, Imperial Clot, egy ilyen kis csikó, meg Miss Main's Garden, tehát Miss Main kettje. Van egy olyan bundle, ami 2016 forintba kerül még mindig, amit le kéne cserélni. Ugyanúgy 80%-os kedvezménybe kerül, van benne 30 gem, és Imperial Guards Pony, meg Box of Fireworks, tehát ilyen tűzi játék dolog van benne, meg itt van nekünk akkor ez a bundle, ami 80%-os kedvezménye kerül szintén, és 2300 forintba kerül, amiben van Imperial Alchemist Pony, 30 gem és Imperial Pavion, amit az imént láthattunk. Na most. Azt tervezem, hogy akkor mindjárt visszajövök. Pardon. Mindjárt visszajövök, mert ezeket a dolgokat így meg akarom venni, legalábbis ha nem is minden, de valamelyiket most meg akarom magamnak mindenképpen venni. Úgyhogy, ha nem lagolna a játék, akkor szépen kilépnék. Csak annyit kérek tőle, hogy legalább hagyj lépjek ki innen. Na szerintem... Ja.
Jó. Hát remélem, hogy nem fog nem fog engem kidobni. Pardon. Na. Jó van, hogyha a játék kilépne, így, akkor akkor mindjárt visszajövök, addig elmegyek vásárolni, viszont addig is találkozunk majd a következő videóban, hogyha köszönjük a figyelmet, és külön minden brón és pegaszítőt, és nem pedig külön brúf és viszlát.